Újabb MSZP-s állhatát Pécsett a DK-hoz, teszi fel a kérdést a Pécs Aktuál nemrég megjelent cikkében. Ebben arról írnak, hogyan rendezheti át a pécsi baloldalt a DK és az MSZP erejének változása az országos folyamatok. Ugye itt az elmúlt években gyakorlatilag egy folyamatos pozícióharcot látunk, egy folyamatos helyezkedés, kirúgnak embereket, elmennek emberek, újak jönnek, stb. Mi azt szeretnénk, ha egy olyan vezetősége lenne Pécsnek, aki nem a pozíció harcaikkal vannak elfoglalva, hanem valódi munkát végeznek, az emberekért dolgoznak. Sajnos ezt eddig nem láttuk. Na most úgy tűnik, hogy most egy következő fejezethez érkeztünk. Ezt mondja a pécsi KDNP-s politikus, aki csak megerősíteni tudja, ami a sajtóban megjelent. Szocialista politikus átlépéséről írnak a Demokratikus Koalíció frakciójába. Meg is nevezik Smuk Rolandot, Kamarás Péter azt mondja, ő is hallott erről. Képviselőtársunk, képviselő úr valószínűleg besokolt az MSZP-nek az országos vezetésének a politikájával, valószínűleg besokolt a pécsi MSZP vezetés politikájával is, és emellett, vagy ezzel párhuzamosan valószínűleg a DK-tól olyan ígéretet kaphatott, vagy olyan megállapodás születhet, vagy születik a közeljövőben, ami az ő politikai túlélését szolgálja. Mi erre gyanakszunk, hogy ez állhat a híresztelések mögött. A politikus azt mondja, a Városházán is hallott ezekről a pletykákról, azonban részleteket nem árult el. A baloldalon egyébként a szocialisták további gyengülése megbontaná fülényüket, mondják a jobboldaliak. Két képviselő kilépése, akikre már nem számíthatnak biztosan, átírná a lehetőségeiket.